Köszöntöm nézőinket! Jennifer Lopez 18 ezer rajongó előtt lépett fel november 20-án Belgrádban. Anna Mária azóta is az ő dalait dudolázta. Itt jó lesz, nem? Nem. Faszi. Hi Belgrade, this is Jennifer Lopez and I can't wait to see you at my Dance Again World Tour on the 20th of November. J.Lo a Get Right számmal köszöntötte rajongóit. Amikor megjelent a színpadon, már mindenki megfeledkezett arról, hogy a koncert fél órát késett. Pozitív kisugárzása és tökéletes alakja szinte mindenkit szó nélkül hagyott. Valahányan kifogásolták azt, hogy időnként az énekesnő hangja helyett csak a stúdió felvétel hallatszott. Ha azonban Jennifer folyton táncol, akkor nem tud minden pillanatban énekelni is. A sztár sokat kommunikált a közönséggel, gyakran kezet is fogott az első sorokban tolakodó rajongókkal. Annak ellenére, hogy nem volt engedélyezett a fényképezés, az énekesnő nem egyszer kölcsönkért egy-egy becsempészett fényképezőgépet, és így megörökített néhány pillanatot. Majd a gépet visszaadta a tulajdonosának. Egy szerb zászlót is maga köré tekert, amit a közönség lelkesen fogadott. Belgrádba J.Lo-t elkísérte Casper a párja is, aki egyébként háttértáncosként szerepel a koncertjein. Továbbá jelen volt a művésznő édesanyja meg két gyermeke is. Jennifer Lopez ismert a különleges kívánságairól egy-egy fellépés során. Az énekesnő most is, mint általában megkövetelte a fehér színű backstage-et, fehér rózsákkal és gyertyákkal díszítve. A 80 fős csapat számára 50 liter Evian vizet biztosítottak. A Dance Again világturné három legsikeresebb fellépései közé sorolták a Latin Diva belgrádi showműsorát. A koncert másfél órásra sikeredett. Az énekesnő szerbül is szólt a közönséghez, mégpedig a következőt mondta. Volim te? A 20. születésnapunk alkalmából minden kívánságot teljesítünk, így érték az Bogom Bruce együttes tagjai jubiláris koncertjük előtt. Biztosan sokan szerették volna a zenekar egykori női dobosát újra színpadon látni. Csor Márta ugyanis 3 éves kihagyás után újra dobverőt ragadott. És nem kímélte a felszerelést. Nikad nem oly plakátizbog, Lubavi! Az Bogom Bruce 1992-ben alakult meg újvidéki punk zenekarként. 7 év után változtattak az ort hangzásvilágon, és a punkot a rockkal, meg a vajdasági etnozenével keverve sajátos, úgynevezett punkburás zenei stílust hoztak létre. A zenekar ezidáig 7 albumot adott ki. A volt Jugoszlávia szinte minden régiójában koncerteztek, valamint felléptek Magyarországon és Olaszországban is. Ovo za danas smo spremili prvo ovaj, 2 sata vrlo kvalitetne svirke sa mnogo dobrih, kvalitetnih i nekima poznatih starih gostiju. Evo čujem da hala se polako puni, čujemo dobre svesti da horde nadiru iz pravca bulevara, tako da očekujemo divlju zabavu. Drugari, želim vam sve najbolje i želim da vam svaki koncert izgleda kao u Puli 2006. Imam te snimke i obećavam da ću vam dati koja vam nisam dao posljednjih 7-8 godina, 6, koliko je prošlo. Srećan rođendan, drugari! Dragi moji drugari, srećan vam 20. rođendan i svirali mi bar još toliko. Poželim bendu Zbogom Bruce Lee još par 20 godina ovako uspješnih svirki i da nas zabavljaju u ovom tužnom i depresivnom vremenu kako samo oni znaju i mogu. Želim vam još puno svirki i debilizama! Hej!
bio sam mali, mal sam znao, pa zem sam prepivala, šestar puta, ako treba, sad ne treba, ne treba. A zenekar számos tagcserén ment keresztül ez idáig. Az egyik legszínesebb egyéniség a volt tagok közül kétségkívül Csór Márta. Elkezdtünk barátkozni, akkor elkezdtem minket fújtogatni, akkor ajde, gyerünk, zenélünk, zenélek én veletek. Szóval te akartál velük zenélni, így kezdődött ez? Hát én nagyon sok zenéltem a Vrisza generációval, és akkor, amikor ővelük elálltam három év után, nem zenéltem tőled velük, akkor ha kivel az Bruce Lee-val, ez szuper lehetne velük. És akkor én kezdtem a szlalkot nyaggatni, ajde, én zenélnék veletek a legjobban, nézd milyen jobb élek a benne. És akkor én tényleg annyira nyaggattam minket, hogy elkezdtünk zenélni, és hát egy 4 évig zenéltünk együtt. Ez a 4 év pedig tele volt fellépésekkel. Ugyanis 2005-ben 4 éves kihagyás után kapott újabb lendületet az Bogom Bruce Lee karrierje. Én voltam a Boye után az egyedül női dobos volt, mert ilyen punk kis dobosok, két csaj, akit ismertem, de nem voltak nagyon dobosok, és nagyon jó fogadtak. Mindannyian szerettek, oda voltak, értem. Márta 2008-ban vált ki a bandából. Mindenkinek szabad volt a bandba zenélni még valakivel, csak nekem nem volt szabad, mert engem kahogy vigyázgattak, és akkor én mérgesedtem, és mondja, jó, nem akarok tőle zenélni. Azért, hogy kihúzzák a magukat ebbe az egész szituációba, azt mondták, hogy azért, mert terhes maradtam, de nem. Én azt is tudom rólad, ugyebár, hogy neked a párod is zenével foglalkozik, hogy találkoztatok egyáltalán? Hát én őtet ismerem kiskorom óta. A támna Bélik Nusavci ismerdje az ő, hogy hívták a Benjét, velük zenélt. Pár háza az én házamtól, és akkor én jártam, úgyhogy ismerem egész életemben, de végén valahogy úgy összejöttünk. Ottam bassgitározott, még énekelt, most még trombitál, oszpropellerosszal már 100 éve. Van egy kislányatok, neki mennyire van zenei hajlama, érzéke, mit vesztek rajta észre? Nagyon szépen tud énekelni, szeret zenélgetni is, hogy belefújt tégnap a trombitába, az szörnyű. Tudod, milyen jó hangzott. Az Orbán Dzsongja. Mindig is közkedveltek voltak azok a kifejezések, melyeknek a jelentése sokak számára ismeretlen. Hogy miért vonzó a fiatalok körében az ilyen nyelvváltozat, a következő összefoglalóból kiderül. A modern világ emberéről, tulajdonságairól és problémáiról sokat megtudhatunk, ha fellapozzuk a hétköznapi nyelv szavainak gyűjteményét. Legalábbis ezt állítja a könyv szerzője. Današnji mladi čovjek i svaki čovjek mora da ima masku. Maska je zapravo čistija od laži. Laž je opasnija od maske. Maska je zapravo samo jedno privremeno sklanjanje od istine. A rohanó világban az emberek megfeledkeztek az őszinteségről. A könyv szerzője ebben csak előnyt lát. Biti iskren da danas je veoma teško, csak i ni vrhunska diplomatija nije nikad iskrena, ona je uvek u rukavicama. Tako i savremeni čovjek ima i rukavice i masku, jer da nema toga on bi se razotkrio, on bi se ogolio i on bi bio sve više jednostavan. Onda ne bi bilo igre, ne bi bilo čari, ne bi bilo tajanstva, ne bi bilo ljubavi. A könyv népszerűsítéséhez egy belgrádi színészcsoport is hozzájárult. Moram da ti kažem da smo uradili jednu predstavicu na račun rečnika urbane svakodnevice, jer sam se dosetila jedne originalne ideje da možemo da napravimo, by the way, super prezentaciju ovog rečnika, to je predstavica koja se zove By the way Fake. Šta nam to onda znači? To nam znači da smo mi dva nova lika, trendsetera sa sve ovim naočarima, sa sve ovim stylingom u predstavici, gde koristimo sve naravno reči iz ovog rečnika koje oslikavaju današnje vreme.
novac utiče na nove reči, tako i sada. Mislim, kao što su reči casual, to je nastalo zato što se jako brzo živi i zato što je bio potreban novi način odevanja kako bismo stigli da uskladimo sve obaveze, a da usputno i dobro živimo. A gyűjtemény 15 ezer kifejezésre nyújt magyarázatot. Ezek közül a szerző kedvence a következő. Babaroga je zapravo dečija tajna, a modernom vremenu to je biznismen, komprador, tajkun. Znači, Babaroga iz dečijih snova stiže do finansijske igre. Šta je džilkoš? A pa to je stara moderna reč, jel tako? Ja znam šta znači na mađarskom. Kaži. Pa znači ubica, a šta znači na srpskom? Muškarac koji je neotesan. Jel' tako? Evo, pokazat ću ti. Obesni razmetljivac, vetropir, upraćena danguba, pa dobro, nisam daleko. Gizdelin, napirlitani muškarac, kicoš, pa dobro, tu sam negde. Ruralni trendsetter, pa da, eto. Már is kezdetét vette a karácsonyi vásárlási láz. A nemrég megnyílt Big C bevásárló központban jártunk Újvidéken, ahol többek között az évvégi akciókról érdeklődtünk. Nézd, mit vettem neked! Aj, ez fun is! A bevásárlóközpont 30 ezer négyzetméteren terül el. Az első részlege megnyílt és várja az érdeklődőket. Vásárlás közben összefutottunk egyik stiliszta kollégánkkal. Nem hiszem, hogy deficit nekik modnik brendova u Novom Sadu, s obzirom da je Beograd pun raznoraznih modnih brendova i da baš nije jednostavno otputovati tamo, shoppingovati, jer više nije jeftin ni put do Beograda. Tako da je, mislim, ovo došlo kao pravo osveženje za one koji su pravi shoppingoličari i vole da troše novac na garderobu. Ima svojih 12 brendova, recimo za žensko je Jessica, na muškom imamo Angelo Litrico, imamo brend za decu, kao što je Palomino recimo za bebe. Najviše su tražili sad trenutno, pošto ide zimski period, tražena je ta zimska neka obuća, odjeća, jakne, kaputi. Cijenja na naše, koji su mi glavni uvoznici, to su Experiment, Ishion, Asics, Head, imamo 30% popusta, a na ostali asortiman Nike, Adidas, imamo 20%, i što se tiče konfekcije, također imamo na neke proizvode 30%, a na neke 20%. Ovom sadu nema takvih prodavnica, znači da se može na jednom mjestu naći otprilike ono sve što je potrebno za jedno domaćinstvo, za jedan dom. A onaj ko ima ovu VIP karticu može da prođe nešto malo jeftinije, koji su uslovi? E ovako, znači, naše VIP kartice poprilično znače za kupovinu u našim objektima. Ne mora neko biti poznat da bi dobio ovu karticu. Znači, do nove godine imamo akciju zbog otvaranja prodavnice u Novom Sadu. Znači, da kupovinom bilo kog proizvoda se dobije VIP kartica i važi narednih godinu dana za sve kupovine.
Ruske. A Big C bevásárlóközpont folyamatosan bővül. A boltok többsége tavasszal nyílik meg. Sokan úgy tartják, a karácsony nem a pénzköltésről és az ajándékokról szól, hanem valami teljesen másról. De szinte mindenki szereti a szépen becsomagolt meglepetéseket. Most megtudhatják a közismert személyeknek, mivel lehet majd örömet szerezni. Most, hogy megvannak a gyerekek is, és saját családunk van, akkor ez az egész történet egy kicsit másról szól. Tehát nekik varázsolni olyan estét, amikor minden szabad, amikor minden gyönyörű. Öcsém is, meg én is mindig ugyanazt kaptunk, lehet, hogy valami más színű, de ugyanazt, hogy mind a kettőnknek legyen. Gyerekként nyilvánvalóan az ember nem nagyon örül az olyan ajándékoknak, amiknek leginkább a hasznát veszi, mert az ajándékozás gyerekként nem arról szól az embernek. Tehát mit tudom, én nem örültem gyerekként, akár én sem egy pizsomának például, holott volt, amikor azt kaptam. Mi soha nem úsztuk meg krumpli nélkül, legalábbis én, meg hagyma nélkül. Abszolút nem tudtam rájönni, hogy sikerült nekik, hogy jött be a télapó, hogy jött be a Jézuska, amikor én csak egy kört mentem itt a kutyussal, de annyira siettem és annyira néztem a lakásba, hogy megnézem, hogy ha még érkezett, és akkor ahogy beérkeztem, de aztán most ment el ebbe a pillanatba. Ez a Maci, ez az első ajándék, amit kaptam életemben karácsonyra. Az az érdekes, hogy megmaradt a mai napig, ha bár sokat játszottunk vele, most már a következő generáció játszik vele, az én lányom is játszott vele. Tavaly szüleim, hogy milyen nagy ajándékkal jöttek. Hát alig tudták behozni a lakásomba a karácsonyfa alá, és egyre néztem, hogy mekkora ez a nagy, nem tudom mi van, mennyire bekapakolva, mire kipakolva, mert minden edények voltak, hogy majd én egy nap főzök, hogy már legyen családom. Háziasszony. Mit szeretnél kapni karácsonyra most? Először is azt szeretném, hogy a szüleim továbbra is velem tartsanak karácsonykor, és hogy egészségesek legyenek. Nekem ez a legszebb ajándék. Elsősorban egy kis szabadságot, ami nem fog összejönni, sajnos ezt már közölte a főnök asszonyunk, hogy nem enged senkit az ünnepek ideje alatt szabadságra. Többé nem gondolkodom anyagi ajándékokban. Szeretetet. Másképp című rovatunkban ismét kreatívkodunk. De jó, de jó. Nocsak, nem gondoltam, hogy eljön az az idő, amikor te ennek örülni fogsz. De hiszen azt mondtad, hogy most ajándékokról lesz. Hát igen, valójában a csomagolásokról. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A hagyományos csomagoló papírokat ezúttal mellőzzük, és olyanokat fogunk felhasználni, amik szintén az otthoni háztartásban megtalálhatók többnyire. Ilyen például az alufólia, újságpapír, vagy akár a szalvéta. But if you really hold me tight. Szalvétában eleve olyan dolgokat lehet csomagolni, amik ugyebár nem túl nagyok, hiszen a szalvéta sem nem túl nagy. Ebben egy krémet csomagoltunk, ebbe pedig egy kis parfümet fogunk becsomagolni. Tessék! És akkor most kiválaszthatod, hogy milyen színű szallaggal szeretnéd átkötni.
When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home. Most oda ajándékozhatom magamnak? Még nem, mert hogyha akarod, akkor ezt még díszíthetjük ilyen száraz virággal. Akarom. Úgy tűnik ez a legnehezebb rész. But the fire is so delightful. Na, segítsek! Let it snow, let it snow and snow. Végül csak sikerült neki. A következő csomagolás egy ilyen újságpapír csomagolás lesz. Nem csak a könyvet tudjuk olvasni, hanem a csomagoló papírját is. A vénülő ügynök nyomában. Égszakadás. Nyom még oda. Biztos ott maradjon. Csinálj még egy ugyanilyet. Uh-huh. Jó. Még össze fogjuk kötni az egészet. Na hát. Jó, tehát ez egy. Hát igen, megint az a helyzet, hogy van, aki dolgozik, meg van, aki pihen. Meg van, aki figyel. Igen, a kamera. Tehát ezt a két részt most össze fogjuk állítani. Nem olyan nagy munka. De lehet, hogy nem fog összeragadni. Ez egy kartonpapírból kivágott betű. Ja. Mondjuk ki, pöbetű. És ez azért jó, mert például, hogyha több valakinek ajándékozunk, akkor így megjegyezhetjük, hogy melyik ajándék kié. És azt hiszem kész. Mosolyol ki, Masni. Mosolyol ki. Befejeztük? Be. Na, hogy tetszik? Ki a James Bond? Képzeld, a napokban egy lakberendezőnél jártam. Gondolom jobbnál jobb ötletekkel tért el haza. Ó, valóban, Andrától még ünnepi dekorációs tippeket is kaptam. Nisa? Nem mi vagyunk a lakásért, hanem az van értünk, mondják a szakemberek. A lakásunk nem múzeum, hogy újabbnál újabb tárgyakat állítsunk ki a helyiségeiben. Nem is kórház, hogy állandó tisztaság uralkodjon benne. Sőt, nem is a munkahelyünk, hogy irodává alakítsuk át. Az otthonunknak a kényelmünket kell szolgálnia, mindemellett viszont fontos, hogy tetten is az, ahogyan kinéz. Kialakításában egy lakberendező nagyon sokat segíthet. Elsősorban egy nagyon hosszú beszélgetés előzi meg az összes folyamatot, ahol ők elmesélik nekem, hogy mit is szeretnének valójában, milyen stílust a lakáson belül, mik a hobbiaik, hányan vannak a családban. Ezt is ezt kellett tisztázni, hogy ők mennyit szánnak az átalakításra, tehát nagyon sok mindent lehet összehozni régi bútorokkal, mert ugye manapság kevés pénzük van az embereknek arra, hogy teljesen kicseréljenek mindent. Amennyiben a háztulajdonosok nem rendelkeznek egy pontos alaprajzzal az otthonukról,
akkor a lakberendező feladata ezt elkészíteni, vagyis centiméterről centiméterre lemérni mindent és tervrajzot készíteni. Itt van egy berendezett alaprajz felülnézetből, ami ugyancsak méret arányos, ez 1:5 rámbán készült. Itt egy háló a színvilágával, hangulatelemekkel, ilyen színre terveztem. Itt egy látványterv, konkrétan a nappali látványterve. Én itthon kidolgozom a berendezési tervet méretarányosan, és keresek hozzá bútorokat, burkolatokat, csempe, parketta, kanapé, lámpa, bármi, és ezeket berajzolom, amit én találok, betervezem, és hogyha ez egyezik a lakástulajdonosok ízlésével, tehát tetszik nekik, akkor megyünk közösen bevásárolni. Andrea nem régóta űzi ezt a szakmát. Ezelőtt mintegy 10 évig irodai munkát végzett, majd várandós lett, és ezzel párhuzamosan munkanélküli is. Második gyermekének születése után még mindig nem jutott munkához, így a továbbtanulás mellett döntött. Annak ellenére, hogy csak rövid ideje foglalkozik lakberendezéssel, több felkérése is volt. Az egyik legextrémebb, ahol 6000 darab könyvet kellett egy hálószobában elhelyezni, de nem volt más hely, viszont a lakás tulajdonosa nagyon-nagyon szereti a könyveket, és szeret a közelükben is lenni. Andrea dekorálással is foglalkozik. Én inkább az esküvődekorációt próbálom megfogni a lakberendezés mellett. Ugye az is egy tér, egy interjúr, szépítétele. Ez mire való? Ezzel dekorálunk menyezetet, hátteret, a menyasszony és a vőlegény háta mögött, a főasztal. Az esküvői dekoráció mellett a lakás dísze is érdeklik. Ez egy narancs és zöld kombináció, arannyal párosítva. Bár az idei év karácsonyi divat színei, a zöld, szürke, pink és arany színek lesznek. Úgyhogy végül is lehet azokat is berakni a lakásba, attól függ, hogy kinek milyen az otthoni színvilág. Egyébként Andrea hetente egyszer a Magyar Kanizsai újságban különböző hasznos ötleteket kínál. A Tarka világban pedig havi rendszerességgel látja el tanácsokkal az olvasókat. Kedves Anna Mária, te hol töltöd az ünnepeket? Kedves Patrícia, nem árulj már. Csaj, de titokzatos vagy. Még te sem tudod, igaz? Ennyire ismersz? Hát persze. Az idén már nem találkozunk, de januárban újabb műsorral várjuk Önöket. Kellemes ünnepeket kívánunk mindannyiuknak. Sok jó bulit, felejthetetlen pillanatot. Viszontlátásra!